Légi katasztrófa, hajó szerencsétlenség, autóbaleset. Nincs olyan nap, hogy ne hallanánk, látnánk, olvasnánk ilyeneket a hírekben. Nincs olyan film, ami ne hozna kassza sikert, ha erre épít. És mindez azért, hogy fenntartsák és táplálják bennünk a félelmet. Ma ebből az evangéliumi jelenetből valószínűleg egy katasztrófa filmet forgatnának. A rendező minden bizonnyal azt mutatná be, hogyan hánykódik a hajó, hány evező tört el, hogyan tört ketté a hajó árbóca, a kétségbe esett matrózok hogyan küzdöttek a bezúduló víztömeggel, és persze aláfestő zeneként mindehez jól jönne néhány a szívet erősen megdobbantó, az adrenalin szintet felturbózó ütem, mondjuk dobokkal. Ám még a legkiválóbb rendező sem tudna mit kezdeni egy aprósággal. A mi figyelmünket is elkerüli, vagy legalábbis nem tudunk mit kezdeni vele. A legnagyobb veszedelem kellős közepén az egyik szereplő elképesztően nyugodt, mintha egy másik világban élne. Jézus alszik. Vajon miért? Nem létezik, hogy egy ilyen viharra nem ébredt föl. Annyira fáradt lett volna? Miközben a bajba jutott tanítványokat folytogatja a pánik, a mester hogyan képes egy kis párnán szúnyókálni? A kérdés megválaszolásához legalább egy picit ismernünk kell a Szentírást. Az alvás ugyanis a Bibliában az Isten iránti bizalom kifejezője. Itt tehát nem arról van szó, hogy Jézusnak milyen jó volt az alvókája, hogy még a viharban is ilyen nyugodtan szuszog, hanem az evangélista két egymásnak feszülő ellenpólust állít elénk. A vihar pusztító ereje, és Jézus az Atyaistenbe vetett bizalma. A tanítványok kétségbeesése, és a mester nyugalma. A vihar hangorkánja, és a csönd ereje. Érdekes, hogy ez az egyetlen hely az evangéliumban, ahol Jézus alszik. Még a fülünkbe csenket a múlt vasárnapi szakasz, amely Márk evangéliumában néhány mondattal előbb található. Akár alszik az ember, akár ébren van, akár este, akár nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken. Jézus egész földi élete folyamán olyan mély bizalommal volt az Atyához, hogy azt még egy ilyen vihar sem tudta megrendíteni. Ő az, aki mindig, minden körülmények között az Atya kebelén nyugszik. A bizalom ellenpólusa egyértelműen a félelem. Ezt jelzi a tanítványok kapkodása, megbénulása, rettegése, és talán nem is annyira a viharral, mint sem a bennük és köztük dúló pánikkal és félelemmel küzdenek. A mai embernek, akit rengeteg félelem gyötör, különösen is aktuális az evangélista üzenete, a félelem és félelem keltés világunk alaptémájává vált. A hatalmasok érdeke, hogy fenntartsák a félelmet. A történet azonban nem akar olcsó vigasztalással szolgálni. Elismeri, hogy életünk tengerén igenis tombolhatnak viharok, de vigyázzunk, miközben mi a kavargó hullámokkal, a szélirányjal, vagy az eltört evezőkkel vagyunk elfoglalva, megfeledkezünk arról,
arról az apróságról, hogy a Mester ott alszik a csónakunkban. Megfeledkezünk róla, mert betakartuk őt félelmekkel, kétségbeesésekkel. Pedig ő jelen van. Némán, észrevétlenül ott szúnyókál bennünk és mindenkiben. Ha felé fordulunk, ha felébresztjük őt, akkor fogunk meglátni egy fontos dolgot. Új irányból fog fújni a szél, akit úgy hívnak Szentlélek. Nem jobbról, nem balról, hanem belülről. Ott, ahol megszületik a bizalom és a szeretet. Mert a szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet előzi a félelmet. Aki fél, abban még nem tökéletes a szeretet.